Ezek a pénzügyi témák azért napról napra előjönnek, hiszen abszolút aktualitásuk van, ugyebár amúgy is, meg most, hogy a devizahitelesek és persze a forinthitelesek is szeretnék tudni, hogy mi vár rájuk most ebben az évben, ezért aztán mindig vissza és visszatérünk ezekhez a témákhoz. Binder Istvánt köszöntjük szeretettel, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét. Eddig ugye, amikor beszélgettünk arról, hogy mi vár most azokra, akik várják a bankjuktól az elszámolást, akkor addig jutottunk el, hogy egyelőre semmit nem kell tenni, hanem szépen kényelmesen üljünk otthon, és várjuk meg, hogy mit ír a bankunk, mikor érkezik meg az elszámoló levél, és majd utána kezdjünk el mi is böngészni, illetve maximum szedjük össze azokat a dokumentumokat, amik a rendelkezésünkre állnak. Vagy hogyha valamilyen változás van címünkben, elérhetőségünkben, azt azért mindenképpen jelezzük a bank felé, jól mondtam fel az eddig. Ez tökéletes. Erre most megjelenik egy úgynevezett online pénzügyi navigátor, ami a tennivalóinkat hivatott elmagyarázni nekünk. Ezek szerint mégiscsak van több tennivaló is, mint amit én most felszavaltam. Készülünk az elszámolásra, de még továbbra sincs tennivaló, viszont az idei év jó híre az, hogy egyre több bankunk segítségünk van, mert a Magyar Nemzeti Bank, illetve a bankok is, a civil tanácsadó szervezeteink is készülnek a segítséggel, támogatással, és valóban ezért készült el ez a kis pénzügyi navigátor fizetünk. Nagyon egyszerűen, valóban konyha nyelven magyarázza el az egész elszámolási forintosítási folyamatot. Megtalálható a www.mnb.hu honlapon, illetve természetesen a vidéki tanácsadó iroda hálózatunkban, 11 megyeszékhelyen, illetve egyéb civil szervezeteknél is, mi ügyfélszolgálatunknál is elérhető, megmutatható. Emellett még készítettünk egy kérdések és válaszok összefoglalót is, kifejezetten az elszámolási törvényről, készülünk egy forintosítással is, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, ahogy így majd ráfordulunk az elszámolásra, amiről tudjuk, hogy március 1-től kaphatjuk meg majd az első értesítőket, egyre több segítségünk lesz, egyre több támogatást kapunk. Az, akinek van internet otthon, leül a számítógép elé, és elkezd kalandozni tulajdonképpen ezen a füzeten belül, mondjuk. De azok, akiknek nincsen internet elérhetőségük, azok, akik nem biztosak abban, hogy ők maguk ezt a számítógépen tudják kezelni, ők hova, kihez fordulhatnak? Ahogy említettem, 11 megyeszékhelyen a Fogyasztóvédők Magyarország Egyesületének a koordinálásával működik egy tanácsadó hálózat, illetve... Tehát oda fizikailag így be lehet menni, ezek ügyfélszolgálati irodák, méghozzá a vidéki élethez igazított nyitvatartással, tehát már nagyon korán kinyitnak bizonyos napokon, más napokon nagyon sokáig nyitva vannak, ott is meg lehet az információt szerezni, illetve a Magyar Nemzeti Bank civil szervezeteknek is hirdetett egy pályázatot, napokra vagyunk, vagy egy-két hétre ennek az eredmény hirdetésétől, úgy tűnik, hogy nagyon sok civil szervezet is beszáll ebbe a tájékoztató kampányba. Ők azért fontosak, mert mi a legjobb akarattal is lehet, hogy egy kicsit hivatali ízűen beszélünk, ők pedig nagyon sokszor valóban közelebb vannak az ügyfelek problémáihoz, és nagyon egyszerűen szakszerűen tudják elmondani. Mert nagyon-nagyon sokféle ügyfélkör van, talán ha erről egy szót mondhatok, vannak például az árfolyamgátasok, akikről még kevés szó esett, vannak azok, akik valamiféle végrehajtás alatt állnak, ő esetük is speciális, és vannak olyanok is, akik korábban elkezdtek pereskedni, és most mondjuk arra kérdésre kíváncsiak, hogy akkor most mi van az ő perükkel. Ha egy szót mondhatok, tulajdonképpen az árfolyamgátasok esetében ugyanúgy érvényes az elszámolás, ugyanúgy érvényes a forintosítás, az ő esetükben bizonyos összegek már a piac, illetve a kedvező árfolyam között úgynevezett gyűjtőszámlára kerültek, onnan a gyűjtőszámláról történik majd az első elszámolási levonás, tehát az elszámoláskor nekik jóváhagyandó összeget ott írják jóvá, eltűnik az az összeg, és nem szűnik meg az ő árfolyamgátas szerződésük, nem írja felül, úgymond ez a bizonyos elszámolás forintosítás az ő szerződésüket, megmarad a szerződés, sőt, arról is gondoskodott a jogalkotó, hogy változatlanul maradjon az ő törlesztő részletük. Amellett, hogy nem biztos, hogy a megfelelő szakifejezést használom, adós típusonként megtalálhatja mindenki, hogy ő hova tartozik, és őre milyen kérdések vonatkoznak, illetve arra megkapja az eleve kész válaszokat. Van arra lehetőség, hogy ő maga, hogyha úgy érzi, hogy még mindig nem világos neki valami, akkor beírjon ezen az MNB honlapon keresztül, és kap
választ a kérdésére? Természetesen. Nekünk van egy ügyfélszolgálatunk, ez minden létező csatornán, telefon, személyes megjelenés, fax, levél, e-mail rendelkezésre, és itt nagyon egyszerűen szintén megpróbáljuk a teendőket, tudnivalókat megvilágítani, illetve hogyha netán jogorvoslatra kerül a sor, tehát valamivel nem ért egyet az elszámolás kapcsán az ügyfél, nem kapott elszámolási értesítőt, és emiatt panaszt nyújtott be, pontatlan volt az elszámolás, úgy érzi, stb., akkor a pénzügyi békéltető testületünknél is kap információt, illetve jogorvoslati lehetőséget. Nagyon szépen köszönjük a segítséget!